Dinitom. Kucsa Dénes alias Dinit. A tapsolókat jobban is lehet használni, fiatal versenyzőknek szükségük van rá. Kucsa Dénes Dinit. Az ő bajsz ellenfele, szintén az MMA Szövetség Budapest versenyzője, Komár Dávid Danát várja a piros sarok! Fiatal harcosaink, de nem már szabályrendszerben fogják összemérni erejüket. Tudni kell, hogy háromszor, kettő percben. És hogyha bíráink kimondják az elment, akkor gyakorlatilag kezdődhet. Ketrecben az első menet. Igazából minden versenyzőre vonatkozik, hogy leginkább úgy lehet a vérnek a hőmérsékletét hevíteni, hogyha a közönség segít nekünk egy kicsit, hogy biztosuk a versenyzőket, egyelőre földharcot látunk. A Dénes barátunk egyelőre le van. Karfeszítésre próbálkoztam. Gyönyörűen kijöttünk belőle. Zaturecki mondta mindig, hogy ő szeret bent lenni, mert onnan lehet irányítani. Bármennyire is furának tűnik ez a helyzet. Ez egy igazi, korrekt bemutató mérkőzés, hoppáre, ugye? Tapsoljuk meg a legényeket, hiszen kőkeményen küzdenek, ahogy az kell.
10 másodperc. Véget ért az első menet, tehát Dana és Dili mutatják be nekünk egyébként a szabályokat. Két igazi harcos, hát ugye nyilván el kell indulni az utánpótlásról, beszélünk MMA utánpótlásról. 10 év múlva nagy harcosokat fogunk látni, de hát természetesen a harcos az belül lakozik. Ez a külcsinnyel nincsen arányban. Ketrecben a második menet. Hoppá, ugye? A szülők azért ilyenkor is itt vannak a háttérben, hogy őt ilyenkor mit éreznek, azt nem igazán tudjuk, de egy valami biztos, hogy mögöttem tisztán hallom, mikor a hölgyekben megáll az ütő, és ilyeneket mondanak, hogy egyen meg a szívét. Milyen nagyot esett, szóval édes pofák. Tapsoljuk meg a legényeket! Rájuk fér! Dini és Dana, hoppáre! Amit tudni kell egyébként, hogy Dénes ugye 32 kiló, Dávid pedig 45. De hát azért látszik kis van ez a különbség, viszont amit mutatnak nekünk, az tökéletes. Így szeretnék azt elmondani, egyébként a földhalszán ez érdekes, hogy könyökkel a fejet ugye nem lehet támadni, illetve nem szabad a fejet rúgdosni, ez egy fontos pontja a dologban. Tíz másodperc a második menetből. Ez egy nagyon bonyolult és nagyon látványos sportág egyébként, azt elmondhatjuk szerintem az MMA-ról, hiszen a földharcot ötvözni a öklös, karos küzdelemmel, ahol rúgni és ütni, és egyben birkózni is lehet, de fel kell készülni, és a földharc iszonyatos erőt vesz ki a versenyzőkben. Igen, jó szemléletet egyébként, hogy két fiatal versenyzők vezet, hatalmas szívvel, gyurmázzák egymást, hát a levegők már minden nyílásra próbálják ők is venni. Gondoljuk el a nagyokat. Ketrecben a harmadik menet. Hadd legyen emlékezetes harmadik tüskekupa, a közösséget kérem, hogy biztassuk a versenyzőket! Tapsolókat elő! Háromszor kettő percről beszélünk.
akik esetlegesen nem voltak még ilyen szituációban, otthon ki lehet próbálni, tehát ebből olyan 20 másodperc bőven elég szokott lenni az első infarktusig. Nem egyszerű, nagy fizikumot igénylő feladat ez. A ketrecnek pedig van egy titokzatos varázsa, mikor a ketrec kapu bezárul, az nem egy egyszerű érzés. Én azért most tapsolnék, tehát Lili, ahogy megemelted, úgyhogy gyakorlatilag Danának a két harmada vagy, ez nem egyszerű. Tíz másodperc a harmadik menetből. Dénes és Dávid. Dávid és Góliát csatája, tehát a ketrecben. Uraim, nagyon köszönjük. Kucsa Dénes és Komár Dávid. Két igazi sportember, és hát ahogy ez lenni szokott a bemutatkozó mérkőzéseknél. Gratulálunk a versenyzőknek, köszönjük a sportszerűséget, és azt, hogy megmutatták nekünk, hogy miről is szól az MMA.